Iratkozz fel a Kitunes csatornára, induljon a végtelen móka! Jaj, úgy találkoznék a többiekkel, hogy elmeséljem a felfedezésemet, agyukat eldobják! Hiányzott a tenger illata, jobban mondva, itt inkább muffin illat van. Hát persze, Juliet! Lady Gigi, úgy örülök, hogy látlak! Ez a süti írtó finom. Hozhatnék még, de majdnem mind odaégett. Na és, milyen volt a nyarad? Én felfedeztem egy. Jobb, ha vársz vele, vagy mesélheted az egészet egyenként mindenkinek. Jaj! Hello! Alexia! Hogy telt a szünet, barátném? Nekem nagyszerűen. Na és nektek? Képzeld én! Ben! Lányok, ez szédületes! Pont kellenétek a tánchoz! Akkor már csak Mila nem jött meg. Vajon hol késik? Itt vagyok! Én jöttem volna elsőként, de úgy beleolvadtam a természetbe, hogy észre sem vennétek. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-ex, VIP-ex velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz! I love VIP-ex! A VIP-ex visszatér. Mind itt vagyunk, kivéve Taylort, aki Ausztráliában készül sportbajnokká válni. De nem baj. Azt akartam elmesélni, hogy voltam egy blogmester találkozón, ami egyszerűen... Wow! Tényleg? Én megtanultam új jóga testtartásokat, és meg kell tanulnotok. Hát én mentem egy nyári festőtanfolyamon, és sok új dolgot tanultam. Na hát, de tök jó. Veled mi volt, Juliet? Velem? Van egy meglepetésem. Felfedeztem egy új emberdivatot, amit mi is kipróbálhatnánk. Szerintem nagyon szuper. Talán inkább fordítva. Itt van, látjátok? Szép fényes mi? Ez a legújabb trend az idén. Hajcsillám a neve. Nem próbáljuk ki. Hát esetleg... Még nem tudom. Csillám? Az olyan csillogó valami, ugye? Igen, de most azt mondják, hogy nagyon divatos. Szerintem a csillogó dolgokat tartogassuk a farsangra. Ja, persze, ha karácsonyfának öltözöl. Ha már a frizuráknál tartunk, meg is látogathatnánk a kedvenc fodrászunkat. Szerintetek nem? De, igen! Hát, szerintem a csillám akkor is klassz. El is viszem a magazint Fábióhoz. Egy Fábiához, hogy mit szólnak hozzá? No, vajosok meg csajok! Na, most büszke vagy rám, ugye? Hát már hogy ne lennék? Ez az oklevél itt a kemény munkád gyümölcse. Emlékszem, amikor először felibbentél ide a szalomba, és tessék, már is okleveles fodrász vagy, mintha csak tegnap lett volna. Végül is tényleg majdnem tegnap volt. Nem érdekes, tegyük ki az okleveledet egy jó helyre, ahol mindenki megnézheti. Hadd nézem csak! Jé, látogatóink jöttek! Lányok! Hello! A kedvenc vendégeim! Milyen csodálatos újra látni titeket! Mindjárt megfojtasz! Ja, tényleg bocsánat! Na, meséljetek! Hogy telt a nyári szünet? Meséljetek el mindent, de mindent! DJ-skedtem egy szuperklassz fesztiválon! El se hinnétek, mennyien voltak ott! Ráadásul végig énekeltem! És mi ez a magazin, Juliet? Új divatirányzatok vannak benne, és az egyik nagyon tetszik. És arra gondoltam, hát ha nektek is tetszeni fog, mert a barátaim nem voltak oda érte. Ezt nézd, bácsikám! Mutass csak! Nos ez... Na hát! Ez óriási! Eszméletlen jó! Ez a csillám csodálatos! Tényleg? Úgy találod? Én is imádom! Mi a csodálatos? A csillám? Hát persze, hogy az! Imádjuk a csillámot, mindig is imádtuk! De amikor meséltem nektek róla, azt mondtátok, hogy klassz! A csillám írtó menő! Ki jöhet a csillám? De hát azt mondtad, hogy olyan, mintha beöltöznél! Szeretnétek kipróbálni, hogy áll rajtatok? Igen! Kezdem! Jól van, na, csak ne olyan hevesen én kezdem! Hogyne! Csak farsangi maskora mi? Várj! Itt valami turpisság van, és most elmesél. Talán csak elszomorodott azon, amit az elején a csillámról mondtunk. Ugyanis Juliet nekünk is mutatta ezt a csillámos dolgot, de mi nem igazán figyeltünk oda. De hát miért? Hiszen most imádjátok. Hát csak azért, mert Fábio úgy oda volt, és ő a mi fodrászunk. A világon a legjobb. Rendben, de Juliet mégiscsak a barátotok. És nyilvánvaló, hogy a frizura ötlet tőle származik. Amit csináltatok, nagyon helytelen. Így igaz.
A VIP peteknek mindig támogatnia kell egymást. Szia, Juliet! Mi jót csinálsz? Mondd, minden rendben, olyan szomorúan siettél ki az üzletből, kezdünk aggódni. Értsd meg, azt hiszem, hogy már nem kedvelnek a barátaid. A barátaid csak téged várnak, és szintén bánatosak. Igazán? De mennyire, látod? És a barátotoknak mit üzentek? Juliet, ne haragudj, léci! Nem is értjük, mi ütött belénk. Amit tettünk, nagyon helytelen volt. Juliet, egyedül te érdemled meg a csillámos hajat, hisz te találtad. És csak jót akartál mindnyájunknak. Te vagy a legtrendibb VIP-et. Meg tudsz bocsátani? Hát hogyne, a legjobb barátaimnak. Rajta, Juliet, siess vissza, te leszel a legszebb. Rajtad próbálom ki ezt az egészen új stílust. Glitter Style. Figyelj csak! Nem gondolod, hogy ez a frizura olyan menő lett, hogy akárki, illetve mi is kipróbálhatnánk? Hm? Úgy érted, hogy magunkon? Ha? Ez nem is olyan rossz ötlet. Hát jó. És akkor végezetül! Júj, az oklevelem! Bácsikám, szuper vagy! Nélküled sehol nem volnék, és a VIP Pets barátaink nélkül sem. És mit mondhatnék még a legújabb stílusunkról? Egyszerűen mesés! Nekem is tetszik! Hejha! Ez meg mi lehet? Szerintem csillám, jól mondom, csodaszép! Látod, hogy ragyog? Szinte tündökel! Jaj, állatorvost ide, elájulok! Csak játszod itt az eszed! Össze van ez kutyulva! Nem találom! Lehetséges, hogy máshova tetted, nem? Nem, egészen biztos, hogy itt van. Itt kell lennie. Tuti? Biztos, hogy jól emlékszem. Mennyi csoda terem a tengerben. Hé! Nem hagyhattok itt szemetet! Ha? Hát ez meg mi? Hadd nézzem. Ó, szegény tengeri csillag, egyet se fél kiszabadítalak. Most meg hová lett? Hová tűnt? Ha? Ó, jaj, ne! Tehát itt nem maradhatsz. Neked ott a helyed a tengerben. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP Pets, VIP Pets velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez, I love VIP Pets! A csodás csillag. Bocsi, hogy zavarlak. Ha? Stellának hívnak egyébként. Szia, Stella. Én Nila vagyok. Mit segíthetek? Amint látod, egy tengeri csillag gabajodott a hajamba, és nem bírom kiszedni. Nyújtanál segédmancsot? Túl idegesnek látszol. A legjobb, amit tehetsz, hogy előbb megnyugszol. Belégzés. Aztán ki. Spirituális alkat vagy. De ugyanakkor hiú is, mert a meditációd egy új frizuráról szól. Ejha! Gondolatolvasó vagy, honnét tudtad, hisz nem is ismersz. Ez csak puszta megérzés. Ez tetszik. Gyorsan bemutatlak a barátaimnak, biztos imádni fognak. Hello, lányok! Most ismertem meg Stellát, és meg kellene mentenünk egy csillagot. Blogmestert a pakkantokon? Vagy egy világhírű gördeszkást? Egy film csillagot? Dehogy, tengeri csillagot. Des? Tengeri csillag? Az hogy lehet? Gyertek ki a partra megnézni! Hú, a horoszkópom szerint a mai nap találkozom egy csillaggal! Vajon filmcsillagra gondolnak, vagy papcsillagra? A Fábia hajgumia? Kiara! Egy kissé megszédültem. Mit csináltál, Nila? Locsolgatom a tengeri csillagot, nehogy elpusztuljon szegény. Igen,
Üzenetben írta Taylor, hogy most éppen Ausztráliában szörfözik. Sziasztok! Ő itt Stella, aki kitalálja, mit gondoltok és hogy vagytok rajta. Mindenre rá tud jönni. Nem is igaz. Tényleg? Akkor mire gondolok? Te most a barátnődre gondolsz Taylorra, aki számos díjat nyer szörfözéssel. És tényleg? Na, na és én? Jó, kitalálod? Alig, ha nem valami édesre, muffinra. Te varázsló vagy! Ha az volnék, előre láttam volna, hogy egy tengeri csillag ragad a hajamba. Nem gondolod? Jaj, bocsáss meg! Komolyan azt hiszitek, hogy így jó lesz? Magától értetődik, meglásd! Ez lehetetlen képtelenség! Így a hajamban marad ez a csillag egy életen át! Stella, támadt egy ötletem! Tudom, ki menthet meg téged, Fábio és Fábia! Jól festesz, bácsikám! Köszönöm! A horoszkópom szerint találkozom egy újabb csillaggal! De klassz! Akkor jobb, ha én is készülődöm! Jött eszembe, nem láttad az új hajgumim? Sehol sem találom! A hajgumid? Nem, én sem láttam! De vajon hová tűnhetett? Itt volnánk! Nem kell félni, szuper jó buli! Ha! Ez jó munka! Na hát, Fábio, milyen menő lettél, ezt magadnak csináltad? Kiszőkítettem magam nagyon óvatosan, ugyanis a mai nap randin van egy csillaggal! Na hát! Ugye milyen klasszul néz ki? Szeretném összecofozni a hajam, de nem találom a hajgumim. Szevasztok! Szia, Kiara! Várj, fogadok, hogy Stella kitalálja. Én? Tudod, hol lehet a hajgumim? Szerintem néz körül ott, ahol Kiara játékai vannak. Erre nem is gondoltam. Fábia, mi van, ha téved? Biztos nem ott van. Köszi! A tökéletes cof kész is van. És te mit buslakodsz itt, Stella? Hát, kint voltam a parton, olyan szép az idő. Aztán össze akartam szedni a szemetet, amit ott hagytak, és erre hirtelen ott termett egy csillag. Egy csillag? Hol van? Merre? Amire gondol, az a tengeri csillag. Ó, a tengerben fog fellépni? A strandál? Hogy fogja bírni a haja? Vagy spéci adalékkel a homok miatt? Jaj, ugyan semmi ilyesmi. Csak egy tengeri csillag ragadt a hajába. Tessék? Akkor erre utalt a mai horoszkópom. Ennyi, ne szomorodj el! Majd kiszabadítjuk, hogy visszatérhessen a tengerbe. Igaz! Kezdjük a tengeri csillagmentést! Hogy elengedje a hajad, tengeri moszatos hajápolót használunk. Mermaid Style. Köszönöm, barátaim! A hajam rendbehozása és a tengeri csillag megmentése mellett nagyot alkottatok! Imádom az új frizurámat! És ne haragudj, nem akartam árulkodni. Nem érdekes, ez csak egy hajgumi. Tegyük a tengeri csillagot a tengerbe! Miután előkerült a hajgumim, kapsz egy szép meglepetést! Kapd el! Igen! Kiara, a hajgumit kell? Már tudom, hol láttam! Kieránál volt! Nem érdekes, bácsikám! Ne izgasd fel magad! Ami azt illeti, ügyes voltál! Nem találkoztál csillaggal, de megmentettél egyet! Való igaz! Kész hős vagyok! A kis csillag örült, hogy visszamehetett a tengerbe. Annyi szemét van itt, más csillagok is csapdába eshetnek. Így van, szedjük össze, mielőtt megint valami baj történne. Még mindig nem került elő. Várjunk egy picit, azt hiszem inkább otthon hagytam. Komolyan, Lily! Látod, milyen disznóra csináltunk, állati cikli? Ja, én tudok egy jót, mi is szemetet szedünk. Helyes! Hello, VIP Pets! Megint összeszemetelitek a partot? Bocsi, mi csak nagyon kerestünk valamit, erre kiderült, hogy Lily otthon hagyta. Majd láttuk, hogy takarítatok, és jöttünk segíteni. Jó példát mutattok. Elnézést, meg tudtok bocsátani? Hogyne. Lányok, mondjak egy jót. Van egy érdekes gyanúm. A VIP Petsnek ezennel lett egy új tagja. Stella! Igen! I love VIP Pets! Kutatójának, kitaláljátok? Igen, Glam City! Bemutatjátok, miben vagytok jók a leghíresebb zsűri előtt?
A tehetségkutató Black Cityben JB, Savona, Samira és Kelly Cherry szólnak a többieknek, eldobják az agyukat! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át! VIP-pex, VIP-pex velünk, barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk! Újha jó hetsz! I love VIP-pex! Tények, kamera, Bollywood. Milyen csodálatos! Ez a póthaj a világ legjobb találmánya, elképesztő színek, súlyelosztás, szuper ellenálló képesség. Így van, egy elefánt súlyát is elbírná, és nem menne tönkre. Ki is kell próbálnunk a következő vendégen? Híresek leszünk! Illetve még híresebbek. Mi lenne, ha előbb elolvasnád a használati utasítást? A használati utasítás kezdőknek való? Bár lehet, hogy nem vagyok olyan tapasztalt, mint te, mégis... Unokahógocskám, bízz csak rám magad, majd én megtanítalak. Légy a megtestesült tudás! A leírás szerint nagyon kell vigyázni rá. Született zsenik vagyunk, nem kell semmilyen leírás. Irány a hajmosó, nyomás! A tehetségkutató itt? Savanna és Samira Glam Cityben? Kelly Cherry és JB? Most megmutathatjuk, mennyire tehetségesek vagyunk. Meditáljunk erre egyet, és hallgassuk a tenger moraját. Helyes! A tengerpart tökéletes hegy gyakorolni. Irány a part! Nektek hogy megy, csajok? Mint a villám, úgy posztolok képeket, kommentelek, frissítem az idővonalam. Annyira formában vagyok, hogy szuper kép lesz belőle. Imádom! Csak ne kapkodjuk el, koncentrálj! Hát jó, vegyük sorra. A műsorzene számai összeálltak! Mehet? Igen! Na, mi ez a zene? Awesome! Milyen szép! Ez a kutyus iszonyú tehetséges. Muszáj beszélnünk vele. Hát rajta! Neked jobbra. Ha? Vagyis majd ne balra. Ne, húzzad, állj! Ez az a póthaj mindennek ellenáll. Ráadásul tök érzékeny, csak a gubanc lett a macerálástól. Fábia, hallgass a szakemberre. Figyelj ide. Ah, akkor mehet. Csavar, teker, még. Na jó, ugrálj, patog, hopp. Állati klassz, amit csinálsz. És ez a zene? Mi ez? Nagyon bírom! Indulnod kell a tehetségkutatón. Ha szeretnéd, híressé teszlek, mint a szél. Imádunk! Az én nevem Maja, de most rohanok. Nagyon örültem. Ha? Most miért rohant el? Talán túl rámenősek voltunk, és elriasztottuk. És egyébként miféle tánc volt ez? Maja úgy ropja, mint a Bollywood filmekben. Van úgy, hogy több százan táncolnak rá egyszerre. A zene indiai. Imádom! De vajon miért sietett el? Lehet, hogy annyira megörültünk neki, hogy túl soknak talált minket. Ha ez a helyzet, megkeressük és bocsánatot kérünk. Váljunk szét! Maja egy ős tehetség. Ahogy táncol, az valami varázslatos. Szia, Maja! Szia, szia! Maja! Maja! Várj! Egy tökéletes selfie! Aj, a fejem! Bocsika! Te vagy az? Igen, de most nem lehet! Maja, várj! Szia, Gigi! Gigi? Stella? Maja! Holna fáradt vagyok! Maja! Amire táncoltál, király! Egy kis gyakorlással jó ütemre indulhatnál a tehetségkutatón! Rajta! Szóval na végre! Mindenütt téged kerestünk! Jaj, ne, már megszett, ahogy táncolsz! Van egy percet, hogy beszélhessünk! Ti sosem adjátok fel! Ha mindent úgy csinálsz, ahogy én mondom, most nem lennénk slamasztikában! Én fordítva, nem igaz! El kell olvasni az utasítást, de mindig! Ez csak is miattad van, bácsikám! Látod? Most meg sem bírunk moccani, és tessék! Bácsikám, igazán bocsánat. Én nagyon sajnálom, hidd el, nem akartalak. Nem tudom, de neked van igazad. Tényleg el kellett volna olvasnom. A könycsepp oldja a ragasztót. Végre valami jó hír. Tudnád, hogy szeretlek. Bocsánat, hogy úgy letoltalak. Nézd el nekünk, Maja, ha túl rámenőseknek tűntünk. Vagy egy kicsit erőszakosnak. De olyan jól táncolsz. Hát... Indulj a tehetségkutatón! Nyugi már!
Csak hát én nem léphetek fel a tehetségkutatón. De miért? Hát, bocsánat, de nem vagyok olyan jó, mint azt hiszitek. Most viccelsz, világklassz is vagy. Nézd csak meg a felvételt, amit a parton vettünk fel, amíg nem figyeltél. De ti ezt nem értitek. Én nem tudok úgy táncolni, ha néznek. Rettentően zavarba jövök. Ki kell találni valamit. Hogyan segíthetnénk? Önbizalom kellene neki. Az a baj, hogy szégyellős lesz, amint rájön, hogy valaki nézi tánc közben. Igaz? Várjunk, támadt egy jó ötletem. Kezdjük azzal. Munkára! Gyere szépen! Meglepetés! De hát mi ez az egész? Íme a közönséged, hogy fel tudj készülni. Csak neked készíthettük. Na, hogy tetszik? Állatira! Akkor rajta, hadd szóljon! Képzeld, van még egy meglepetésünk, Maja! Ezen kívül? Hát persze! A barátaid mondták, milyen különleges vagy. Tényleg? Hát hogyne? Megkértek, hogy úgy fésüljünk ki, mintha egy igazi szupersztár lennél. Ki is próbáljuk a szuper glitter hajrávalót. Felkészültél? Hadd lássuk! Style. Szép jó reggelt, Glam City! Újabb évaddal jelentkezik a tehetségkutató, ami a legjobbnak ígérkezik az idei versenyzők magas színvonala miatt. Maja, készen állsz, hogy fellépj a műsorban? Igen! Önmagadat adni és a saját zenédre nyomulni a világon a legjobb! Beleértve az új barátaimat! Rajta, VIP Pets! Benne vagytok, hogy beragyogjuk a műsort? Igen! Hello, kedves nézők! A mai műsor témája Alexia, a tehetségkutató új résztvevője, aki azért döntött úgy, hogy indul, mert arra bátorították elválaszthatatlan barátai, hogy megmutassa, milyen tehetséges festő. Alexia a legjobb! Alexia a legjobb! Hát, akkor köszi! Most mondják, hogy sikerült exkluzív vonalat létesítenünk Alexiával. Szia, Alexia! Örülsz, hogy részt vehetsz a tehetségkutatón, miután annyi színt és örömet adtál a városnak? Jó, rendben! Igazán bölcs szavak, mit agadás? Igen! Szóval a stúdiói! Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át! VIP-pets, VIP-pets velünk, barátra lesz! Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hely! I love VIP Pets! Világra szóró festékszóró. Alexia, nem vagy ideges? Te lépsz fel közülünk először a tehetségkutatóban. Ideges? Ez nem olyan nagy szám. Ne felejts el köszönni, és csinálj közös képet JD-vel. Ő olyan vadonc. Na, óvatosabban! Bíz bennem! A hajad írtó klassz lesz ettől az új festő stílustól. Olyan mesésen fogsz kinézni, mint Madame Lala. Kész katasztrófa. Barátném, el kell mondanom valamit, amit a többiek szerint nem is szabadna megtudnod. Hát, akkor ne mondd el. Nem is tudom, rendben. De elmondom, az éjjel volt egy álmom. Benne voltál. Boldogan festegettél, erre hirtelen egy hatalmas, sötét felhő jelent meg, és... Stella, direkt mondtuk, hogy ne áruld el neki, rá akarsz ijeszteni? Ne féljetek, ez sem riaszt meg. Egész kis kutyus korom óta rajzolgatok, és ebben semmi sem állít meg. Ez a beszéd! Éljen, Alexia! Hurrá! Köszi szépen a bizalmat. Remélem, nem történik semmi rossz. Jó reggelt, Glam City! Következzék a világhírű tehetségkutató műsor, hogy eldöntsük, mi az új trend Glam City-ben. Nézzük a színpadot! Szemkápráztató, igaz? De ne feledkezzünk meg a hiteles neves zsűriről sem! Ez a világ legmenőbb kutyái! JD egy igazi tini popálvány! Hello, kedves rajongók! Mindenki jól van, kezdődhet a műsor! Sherry, aki a legmunkásabb és legmenőbb díva. Imádom a követőimet! Puszika! És természetesen Savannah! Olyan lelkes és szigorú! Nem ér cukkolni! Köszönöm! És nem utolsó sorban,
Amira, a mi latin szupernovánk. Senki nem rázza úgy, ahogy a nő. Mert a ritmus nem hazudik. És most, hölgyek és urak, köszöntsük együtt kitörő tapsal Alexiát, az utcafestés királynőjét. Sá, hello, köszönöm! Az éjjel volt egy álmom. Boldogan festegettél, erre hirtelen egy hatalmas, sötét felhő jelent meg, és... Úgy tűnik, hogy a szivárvány festékét otthon hagyta. De halljuk, mit szólnak ehhez a zsűri tagok? Nem is tudom. Azt sejtettem, hogy Alexia stílusa eléggé más, de nekem ez egy kicsit... zord. Ahogy látom, mintha derengene ott némi világosság is a nagy sötétben. Igen, ez tök menő. Egyetértek, Savanna. Kíváncsi lennék a művész eredeti stílusára a következő fordulóban. Benne vagy? Igen, részemről igen. Igen. Nyugi, Alexia, bejutottál a döntőbe. Igaz, de közben nagyon ideges voltam, csak sötét felhőket láttam mindenütt. Ajjaj, szegénykém. Látod, Stella, kár volt elmesélned neki az álmodat. De én csak... Te meg jobb, ha nem hiszel ilyen babonákban. Bizony, Alexia, itt egyedül a tehetséged számít, hiszen VIP-pet vagy. Atya ég, mintha dézsából öntenék. Lehet, hogy Stella éppen ezt álmodta meg. Nos, hát, lehet. Semmi vész, csajok. Az a lényeg, hogy Alexia bejutott a döntőbe. Legjobb, ha eszméletlen jól kicsinosítjuk, hogy kapjon ihletet. A színes külsőtől visszatér ragyogó és élénk stílusa. Mit szóltok? Igen, ha úgy gondolod. Ha? Itt meg mi történt? Minden össze-vissza van kenve, bár azért színes. Támadt egy ötletem, ezt figyeld! Street Art Style. Alexia, ezer bocsánat. Nem akartam, hogy a vihar meglepjen és elronsd a nagy művedet. Nincs miért bocsánatot kérned. Ez kissé zavaros. Hogy őszinte legyek, még egy álmom sem volt, ami valóra vált. Jók a megérzéseim, de azért a jövőt még nem tudom megjósolni. Stella, talán még nem jöttél rá, de a legnagyobb erényed, hogy remek barát vagy. És még ha néha tévedsz is, igyekszel segíteni. Nem kell varázslat, ha itt vagyunk barátnak, mert a nevünk VIP-tek. Köszönöm, Alexia. Barátnak te vagy a legjobb. Örökké együtt. Olyan klassz, hogy VIP-pet lehetek. Most következik az utolsó forduló. Lássuk ismét a festékszóró tehetséget, Alexiát! Barátságunk jelképe, ami a legnagyobb csoda. Ez szédületes. Olyan cuki. Hát ez volna az igazi Alexia módé. Imádom. Hadd gratuláljak, Alexia. Mindig is nagyon nagy művész voltál, de most már szupersztár. Lányok, ünnepeljük meg a ritka pillanatot egy kortával, ami külön neked készült. Nézzétek, ezt a sötét felhőt imádni fogom. Állj, óvatosan, holnap még jóga órára megyek. Most próbáljunk ki egy olyan színes frizurát, amilyenek Alexia képei. Egyedi ez a színkavalkád, bácsikám. Az mindjárt elválik. Ne, én nem akarom. Au, ebből nem kérek. Ne zavarj beszéddel, épp ihletem van. Mostantól mindig így fogom viselni. Ajaj, bácsikám, ez a kinézet a színkavalkád, az én színkavalkádom, csak nem loptad el az ötletemet. Ugyan? Dehogy is, vagyis talán egy icike-picikét, csak egy hangyányit. Na jó, lebuktam. Mondjak valamit, talán még nekünk is jól állna. I love VIP pets! A pörgetyűugrás. És most egy igazi hátraszaltó. Au! Hát ez mi? A tehetségkutató. Remek alkalom lenne, hogy visszatérjek a műkorcsolya pályára. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez! I love VIP Pets! A kori királynő.
Nézzük csak, koncentráljunk. Jég! Mi a helyzet a jéggel? Éppen azon filóztam, hogy milyen fantasztikus lenne valami jéggel kapcsolatos frizura. Kiráz a hideg, ha csak rá gondolok. Ne feledd, bácsikám, már a tehetségkutató elnek is, jó? Száraz jég vagy nedves jég? És most jöjjön kedvenc műsorvezetőnk, Vanda! Hello! Hadd köszöntsem Glam City kutyusa! Itt kezdődhet a mai előadás! Hú, majd megfagyok. Még szerencse, hogy van forró tám. Ha? Te is fázol? Kérsz egy kis teát? Nem, másról van szó. Á, versenyezni fogsz. Szóval azért ereszkedsz. Túl feszült vagy. A nevem Fábia, benned kit tisztelhetek? Bianca vagyok. Én is indulok ma a versenyen jégkorcsolya kategóriában, és igen, írtó ideges vagyok. Nem kell aggódni, biztos ügyi leszel. Azért kissé bonyolult a bennél, Fábia. Régen remekül korcsolyáztam, amíg nem történt valami. Micsoda? Keményen edzettem, hogy induljak a kutyaolimpián. És hogy lenyűgözzem a zsűrit. Bevállaltam az egyik legveszélyesebb figurát a műkorcsolyában, a hátraszaltót. Nem volt elég lendületem. Túl lassú voltam. Ezzel búcsút intettem a sportnak. Szóval attól fogva még csak nem is korcsolyáztál. Versenyszerűen nem, pedig imádok. Ez az életem. És amikor megláttam a minap a tehetségkutató reklámját, egyből úgy döntöttem, hogy visszatérek. Hát törjük meg a jeget! És a mai első versenyzőnk! Jó, itt az idő, tiéd a műjég. Majd drukkolok a lelátóról. Hajrá! És váratok tovább senkit. Köszöntjük hát Biancát! Ezek szerint Bianca kissé bátortalan kijönni. Talán fél, hogy megfagy? Rajta, Bianca, mindenki csak rád vár. Kezdjük előről. Gyerünk, bátorítsuk egy kis tapssal Biancát! Nos, hol találhatnék jeget ilyenkor? Ah, videóhívás! Itt, Ciara adta meg a számot, úgy te sok vagyunk. Á, te vagy Ciara, már sokat mesélt rólad. Hamarosan oda látogatok, de előbb volna pár kérdésem. Halljuk, kérhetsz bármit. Van egy listám, hogy ki ne hagyjak bármit. Ah, mamma mia! Szédületesen jó, és olyan ismerősnek tűnik. Tihogy nem láttam, egész biztosan emlékeznék az elegáns mozgására. Áó, megint el fogok pereszelni, mint múltkor. És ki fognak nevetni, vagy még rosszabb, még le is sérülhetek. Jobb, ha be is fejezem. Úgy teszek, mint aki elesik és kész. Jaj, nagyon fáj! Bianca! Súlyos sérülés? Egyáltalán nem. Ez biztos? Igen. Adni kéne neki még egy esélyt a döntőben is. De ne mondj ilyet! Én nem akarok! Egybehangzóan úgy döntöttünk, megérdemled, hogy döntőbe kerülj! Még mindig nem ugrik be, hogy hol láttam. A tévében? Vagy az áruházban? Végre kipróbálhatom a pillanatfagyasztó zselémet, az örök vagy 2000-et. Nem kell más, csak a színpad varázslatos érintése, a műjégpálya jege az egyik legjobb a világon. Alig egy kanálnyi jég elég is lesz hozzá. A hajam! Mi történik? Így túl nehéz! Ha hagyod, hogy a félelem megbénítson, a végén lemondasz a szenvedélyedről. Kár lenne érte, mert ha a korcsolya az életed, nem szabad abba hagyni. Megvan, tudom már ki vagy. Te vagy Bianca, a műkor is. Kiskoromban figyelemmel kísértelek. Örülök, hogy visszatértél a jégre. Köszönöm, de az önbizalom nem vett szét. Félek, hogy megint csak összetörném magam. Támad egy ötletem, figyelj! Az én menő frizum is itt készült. A rózsaszín nagyon jól áll neked. Gyere, Bianca! Olyan színkavalkádot kapsz mindjárt, hogy el sem hinnéd. Ice Skater Style. Na hát, ez óriási, de... De mi? Nem kell a para. Ha folyton azon agyalnánk, hogy mi történhet, a végén semmit se tennénk. Jól nézel ki, a barátaid támogatnak, és ne feledd a legfontosabbat. Hogy miért kezdtél korizni? Hát azért, mert annyira boldoggá tesz. Így állj hozzá! A mobilom!
Szia, Siara! Szia, Fábio! Csak meg szeretném köszönni a jó tanácsot, pár nap múlva megyek Glam Citybe. Mi lett a hajaddal? Csak kicsit összevesztem egy zselével. Hasonló dolog történt velem Alaszkában. Tudod, hogy mi a legjobb a jég ellen? A jégcsákány! Pápá, Fábio! A jégcsákány? Körülnézek, hát ha akad itt olyan. Ja, és kösz a tanácsot, megfogadom! Bianca! 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 Igen! Igen! Bátran, Bianca, menni fog az! Igen, kislány, tényleg megvan benned. De mi? Tehetség, te vagy az egyik győztes. Igen! Valaki nem segítene! Összetört! Na végre, rendbe tettem a fejem, de ami ennél is fontosabb, Bianca, nagy voltál! Bianca még használt venni a zselédnek, Fábio bácsi. Egy egész jégpályát varázsolhat vele. I love VIP Pets! Köszöntök mindenki tehetségkutatón külön kiadásán Halloweenkor! Fogadjuk szeretettel Nélát Jóga témájú műsorával! Hello! Köszönöm! Nila! Visszát a döntőbe! Félelmetesen ellazultam. Rejtélyes, de megnyugtató. Libabőrös lettem. Köszönöm! Igen! Hadd gratuláljunk! Eszméletlen! Be is jutottál a döntőbe. Namaszté, lányok! Ügyes voltál, kislány. Én mindjárt elájulok. Mintha kísértetet láttál volna. Gyertek, lányok! Hagyjuk levegőhöz jutni. Ó, ti is láttátok ezt, JB rám kacsintott? Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-pec! Szerelmes Ed. A legjobb zene Halloweenkor a pop. Előzi a félelmeket. Ó, még mit nem. A diszkózene sokkal jobb lenne. Ne már megint kezditek. Nem bizsereg a szíved? Tessék, tudom én, hogy miről van szó. Valaki fülig belezúg a JB-be. Á, egyáltalán nem. Csak azért, mert megvan minden lemeze. Ott voltam minden koncertjén, és a szobám tel is tele van a posztereivel. Vagy inkább azért, mert elájultál, amikor rád kacsintott. Boldog Halloween! Ez képtelenség, vagy talán mégsem? Na jó, ez szerelem. Jó, csak el ne állulj a színpadon a döntőben. Szerinted megtörténhet? Jaj, ne! Ma este lesz a tehetségkutató záróbulia, és Fábio még nem jött el a jelmezéért. Akkor miért nem hívott fel? Aj, már annyiszor hívtam, de nem veszi fel. Ráadásul egy csomó üzenetet is küldtem ma neki, de nem reagál. Lehet, hogy a cicahaj stúdióban dolgozik, és nem tudja felvenni. Hát nem tudom. De elárasztom a telefonját koponyákkal, pókokkal és vámpírokkal, még észbe nem kap végre. Halloween van! Panda! Én mindig is egy visszafogott kutyus voltam, de most olyan zaklatott vagyok JB miatt. Ne izgulj annyira! De VIP Pet, a döntőig már csak pár óra van. Muszáj valahogy segítenünk neki. De mivel? Gondolkodjunk. Ha én fellépek, elképzelem a zsűrit a legviccesebb helyzetekben, és ez segít ellazulni. Tudom már, talán képzeld azt, hogy JB-nek krumpli orra van. Vagy esetleg fura sapkája. Vagy nézd őt muffinnak. Prima ötlet! Lehet, hogy mégsem. Ez sem jött be. Ezen nem segíthet más, csak Fábio és Fábia. Na végre megvagy, Nila fellép este. Kéne neki egy új frizú. Rajtam nem újik. 5 perc és bent vagyok. Megesküszöm. Hello, lányok, megjöttem. Azt mondtad, hogy 5 perc, de az már egy órája volt.
Hol kúszáltál? Hát én csak el voltam foglalva. Hogy? Mivel? Jaj, Nilla! De letört vagy! Mondd, mi a hézag? Hát szeretem GB-t, de csak egy kicsit, és olyan izgatott leszek, ha meglátom, hogy elájulok. Szó se többet! Nem kell más, csak egy új külső, ami megdobja az önbizalmadat. Confident Style. Nézzenek oda! Te sztárnak születtél erre a világra! Még nagyobbnak, mint ez a JB! Nem kell félni! A híresek is csak hétköznapiak, ahogy te meg én. Senki sem jobb vagy rosszabb, csak mert híresebb. Ettől a színkavalkától az önbizalmam is visszatért. És most gyakoroljuk az esti műsort. Köszönöm! Nekem most mennem kell. Még be kéne fejeznem ezt-azt. Már megint? Este lesz a buli a győztesekkel. Ott, Ali! A legijesztőbb jelmez eddig a párduc nőé. Hát, te nagyon tévedsz. A legijesztőbb jelmez a világon a fogorvosi jelmez, mert fogdokik léteznek. A legijesztőbb jelmez pedig a tiéd. Rémes vagy. Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a világ legjobb tehetségkutatóját. Most pedig nagy tapsot szeretnék kérni Nilának, a jóga művésznek. Csendet, csendet! Azt a mennyire zen emlékeztet a lótuszvirágra. Úgy csinál, mint aki mindjárt levegőbe emelkedik. Na hát? Elképesztő. Olyan békés és harmonikus. Nekem nem mondd, már úgy ellazultam, hogy csak na. Imádom, én már döntésre is jutottam. Na hát, micsoda mozgás. Kivételes előadásmód. Bravo, Nilla. Te győztél a kategóriádban. Namaste. Menő stílus, Nilla. Ó, ti is láttátok ezt? Visszakacsintott tényleg? Gratula, Nilla! A kacsintás netes siker! Olyan laza voltál! És micsoda pózokat vágsz, úgy hajlasz, mint a gumi! Namaszté, lányok! Autogramot, léci, léci! Nilla és barátai a VIP-t szép tűztek ki. Sohasem adták fel, így fényes sikert értek el a tehetségkutatón kitartásukkal, de főként azzal, hogy önmagukat adták. Ez igen, lányok! Bravo! Megijesztettetek! Mondjuk ti odaértek még a bulira? Arra mérget vennék, a bácsikám nem hagyna ki egy Halloween bulit. Ha? Hello, kedveskéim! Íme az új hajfurgon! Most, hogy a VIP Pets híres lett, meg kell jelenniük számos helyen. Most majd együtt turnézhatunk? Igazán megkapó! Ezt ki kell posztolni! Kezdem érteni! Ezért voltál olyan elfoglalt mostanában? Hát persze! Meglepetésnek szántam! Te vagy a világ legjobb nagybátyja! Jól van, elég lesz, kedvenc unokahúgom! Ne szoríts ennyire! Elrontod a frizurát! Nagyon izgulok, reszketek, mint a kocsonya. Ali, hoztam enni egy kis gyümölcskocsonyát. Jó, akkor most megkóstoljuk Juliet remekét. Tartsunk szünetet. A reklám után elárulom, hogy mennyire finom. Hello, menő kis kedvencek vagyunk. A haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hez, I love VIP-pec. Világkörüli VIP Pets turné. Ez isteni volt! Hello, VIP Pets! Láttalak titeket az Insta-ebben, sok szerencsét! Szükség is lesz rá, reméljük jó lesz a turné. Amint a színpadon állsz, az idegességed elszáll. Ez nagyon jó tanács. Hamarosan találkozunk! Szédület, Kelly Sherry sok szerencsét kíván a VIP Petsnek! Bővebb információk az Insta-eboldalamon! Ali,
Alig várom, hogy Fábio és Fábia ideérjen a hajfurgonnal. Hol késhetnek? Az uncsi tesóm Siara, habár szinte az édes testvérem. Hello, emberek! Ciao, hola, yesu, allo, alloh! Rengeteg nyelven tud üdvözölni, mert bejárta az egész világot. Nagy világcsavargó. Ja, láttam az utazási blogot, szupi. Nagy öröm személyesen is megismerni Siara. Egyébként honnan ismeritek egymást? Hát akadt egy kis gond a hajammal, és ő segített videótelefonon. Jut eszembe, kíváncsi vagyok a VIP Petre. Már olyan sokat meséltél róluk. Remélem, megkedvelnek. Ne izgasd magad, olyan édesek. Jaj, ne, ez katasztrófa. Hol van Fábio és Fábia? Hiába hívom őket. Ezek nem segítik az összpontosítást, ami elengedhetetlen színpadra lépés előtt egy művésznek. Készen álltok a hajforgon felavató útjára? 3, 2, 1! Mi a baja? Lehetséges, hogy az aksi? Keresek gyorsan oktató videót. Honnét tudná az internet, hogy mi baj a hajfurgonnak? Gyorsan megnézem, hogy odakint minden rendben van-e. Itt is van. Indítás előtt be kell nyomni a kuplungot. Egész biztos? Persze, teljesen próbált ki. Oh! Jaj, ne! Oh? A frizurám! Mi az, te sárban heterektél? Nem állhatok így idegenek elé. Az első benyomás roppant fontos. Kipróbálunk egy alkalomhoz illő kinézetet színkavalkáddal. Hadd szóljon! Tökéletes alkalom, hogy felavassuk a hajfurgon felszerelését. Traveler Style. Na hát, szebb lettél, mint valaha. A VIP Petre fog hidalni. Hát, reméljük. Villámhíreink! Úgy néz ki, hogy a VIP Pets turné veszélybe kerül, ha nem érnek oda az első állomásra időben. Én ezt nem bírom tovább. A hátsó lábkörmeimet is lerágtam. Na végre! Jönnek már! Bocs a késésért, de a hajfurgont vezetni nem olyan, mint a biciklizés. Amit akár el is lehet felejteni. Bemutatom az uncsi tesómat, Siarát. Nagyon látni akar titeket. Hello, VIP Pets. No hát, de Csini a frizót. Csini bizony, de ha nem indulunk azonnal, elkésünk a műsorunkról. Csalódni fog több ezer rajongunk. Az kizárt. Gyorsan mindenki be a hajfurgomba. Nem is ismertek fel, hogy van egy blogom. Ne izgasd magad, csak túl feszültek. Mi lenne, ha utalnál rá nekik? Micsoda remek ötlet! Indulhatunk! Jaj, már megint! De ráléptél a gázpedálra? Az oktató videóm szerint... Az oktató videó szerint a leírás azt mondja... Na jó, mit is mond az a videó erre? A kézifék be van húzva. Ups! Végre úton vagyunk! Alexi, ha bírom a képeidet, képzeld, az egyik párizsi utamon végeztem egy absztrakt tanfolyamot. Ah, az absztrakt művészetet úgy túlértékelik. Itt hallgass meg! Az egyik Los Angeles-i utamon színes muffint is ehettem. Kajára sem bírok gondolni. Úgy izgulok a turné miatt, hogy már a gyomrom is íg. Ja, értelek, bocsi. Egy látomásom szerint időben ott lesz. Éj, nagyon helyes. Már is jobb a hangulatom. Próbálom nyugtatni magam, de merre vagytok? Léla, szegényt otthon hagytok. Tűz vissza, Fábio. Tessék! Itt nem fogunk odaérni. Hadd nézzem, a GPS szerint van rövidebb út. Menjen egyenesen 800 kilométert. Ne mondd, hisz ez az egy út visz oda. Fő a nyugalom, a stressz tönkre teszi a meditálást. Na végre így mind meg vagyunk, és még odaérünk. Én azon vagyok. Elnézést, bocsánat, utat kérnék. Bácsikám, a rövidebb úthoz itt kell balra menned, aztán... a GPS nélkül sosem érünk oda. Ég veled, nagy Bollywood karrier! Ennyi volt, kacok! Ezzel vége a híres VIP Petsnek! Most hová is megyünk? Megyünk a színházba. A legjobb hely lenne a műsor premierhez. Milyen sok ott a százszor szép... százszor szép illat van. Át a mellék utcán, el se férnénk. Dehogy is nem! Ebből karambol lesz!
Mindegyben vagytok még? Persze! Prima! Cseppet szédülök! Az a fő, hogy ideértünk épp időben! Ez köszönhető Sierrának! Milyen jó orrod van! És milyen irányérzéked! Ezt hogy csinálta? Hát, már annyit utaztam a világban! Jé, tényleg! Te vagy Sierra! A híres világjáró posztoló! Nem hiszem! Tényleg te vagy? Csupán kellett találnunk egy vészmegoldást! Jól kiegészíted a turnénkat! Tényleg? Hát persze! Kalandvágyó vagy, mint mi! Eszméletlen jó a frizurád, és segíthetnél, hogy ne tévedjünk el. Gyere, Vanda, készülődni! A világ legjobb navigátora címa tiéd, eszembe sem jutott volna átvágni a mellékutcán. Olyan bátor vagy! Kösz, Fábio bácsi! A műsor rögtön kezdetét veszi, de előbb még köszöntsük a VIP Pets legújabb tagját, a nagy világjáró Sierrát! VIP Pets! VIP Pets! Itt jön Vanda! Biztos azért jön, hogy élőben közvetítsen. Gondoljátok, hogy bemutatja Fábio és Fábia hajfurgonyát? Olyan íz kis! Csácsajok! Jó reggelt, Glam City! Készüljetek, mert Maja egy Bollywood stílusú szupertáncon dolgozik, és biztos el kell majd egy kis segítség. Hékás, ez a mi titkunk? Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hely! I love VIP-pec! Féltett titkok. De miért kellett elmondania? Meglepetés lett volna. Direkt szóltam, hogy ne árulja el. Csak nyugalom. Néha nehéz kitalálni, hogyha valaki megosztja egy titkát, akkor... És villámhír jön a kedvenc festőnktől. Tőlem? Kisült, hogy egy nagy művész Glam City-ben festeni készül egy hatalmas freskót. Hékás, ez szintén titok volt. Savanna is mindig ilyet használ, két napig megtartja a frizuráját. Két napig? Fogadok, hogy az enyémtől három napig úgy marad. Csak a titkos receptem kell hozzá. Bácsikám, nem most! Készítsük elő a hajfurgont Vanda következő élőadására. Bőven lesz időnk mindenre. Különben is a titkos-titkos összetevő mindig működik. Jé! Pont ez a kedvenc számom! Ez pedig az egyik kedvenc receptem. De ugye közöltétek vele, hogy ezek titkok voltak. Azzal kezdtem, Vanda, ez még maradjon titok, ne mondd el senkinek. Akkor te tényleg letisztáztad. Nem tud titkot tartani? Akkor mostantól senki nem mondjon el neki semmit. Rendben? De hát mit műveltél? Te most csak húzd! Eszméletlen! Igen? A vegyületem mesés, még a tubus is ide ragad a kezemhez. A világ legerősebb hajfixálója. Bácsikám, áruld el a titkos összetevőt, hogy leszedhessük a kezedről. Soha, ezért titkos az én féltett titkom. Ahogy akarod, de Vanda nem sokáig nem fog közvetíteni, és nem szerepelhetsz majd a kezeden ragadt flakonnal. Jaj, ne! Ez most három napig így marad, mihez kezdjek magammal? Bianca, de jó, hogy látlak! Van kedved falatozás közben díszkurálni? Mi jót csinálsz? Semmit, nem is tudom, csak nem! Tényleg érdekel, de miért? Na jó, csak! Szia, Nila! Volna kedved dumcsizni? Hát, ami azt illeti, én most éppen meditálok. Mind furán viselkednek, mintha nem akarnának szóba állni velem. Mert te sem állsz szóba velem! Jól van, Várna! Figyelj! Mérgesek rád, mert nem tudsz titkot tartani. Ezért nem akarnak semmit mondani, mert félnek, hogy mindent szétkürtölsz, amit hallasz. Szóval csak ez a bajunk. Ja, bocsika, de ez a keksz olyan isteni. Ki velem? Mi a titkos összetevő, hogy segíthessünk? Nem! Szigorú titok! Az én nagy titkom! De nem bírsz velem! Megfogadtam, hogy nem árulom el! Vanda élőadása katasztrófa lesz! Na végre! Titeket kerestelek! Juliet elmondott mindent. Nem tudtam, hogy ez ilyen fontos nektek, pláne, hogy titok. Hibáztam, és nem fordul elő többet. Soha nem kotyogok el több titkot. Ahogy azt sem, ami Jane mesélt arról, hogy mitől ilyen tartós a haja. Képzeljétek el! Vanda! Megint titkot fecsesz ki! Bocsi. Kész!
Csőd vagyok, így megyek adásba, hogy flakon ragadt a kezemhez, nem tudok többi egy rendes frizurát csinálni. Ó, hát ez meg mi? Milyen citromillatú egyik kedvencem, és be is vált, ezt hogy csináltad? Hát nyilván vegyész Jenny vagyok, és persze felhívtam a nagyapát, aki elárulta a családi hajfixáló titkos receptjét. Még jó, hogy vagy unoka, Hugi, és most vágjuk pucba a hajfurgont, Vanda adásáig. Hogy sikerült? Hogy? Megint majdnem elárultam egy titkot. Nem tudom. Hogy nyerjem el a bocsánatukat? Ugyan már. Végül is nem direkt csináltad. Biztosan jóvá tudnád tenni. Csak bízz magadban. Kész egy kekszág, kétója. Ó, az előadás a hajfurgomba kész tragédia lesz. Vanda nagyon búsul. Akár csak mi. Nem illik elárulni mások titkát. Így van, de megbocsátani is tudni kell. Igen, túl szigorúak lehettünk. Megérdemli, hogy kapjon tőlünk még egy esélyt. Igen! Bátran bocsánatot kell kérnem a tetteim miatt, hogy ismét bízzanak bennem. Tessék, Vanda, íme a hajmosó részleg, a kifutó, és itt szelfizhetsz akár, mint egy igazi profi. Csak hogy annyira haragszanak, hogy végig sem hallgatnak. Küldhetsz nekik üzenetet élőadásban. Hé, micsoda egy remek ötlet! De mi lesz, ha belezavarodom? Vagy ha nem tudom, mit is mondjak? Mi lesz? Ne idegeskedj, menni fog majd. Van egy klassz receptünk, hogy bocsánatot kérj a tévedéseid miatt. Fábia és Fábio színpompás kinézetével. Gossip Style. Jó reggelt, Glam City! Élőben jövünk Fábio és Fábia hajfurgonjából, ami egy teljesen felszerelt guruló fodrásszalon. Itt minden kimesés lesz, mint én a színpompás külső memelyen megleptek. Hát nem óriási, ráadásul tudjátok, kik voltak még itt? A tehetségkutató győztesei Alexia, Maya, Gwen, Juliet, Bianca, akik leszámítva, hogy milyen tehetségesek. Egyben a világon a legjobb barátnők. És lányok, tényleg röstellem, hogy elkotyogtam a titkotokat. Ajaj, most milyen aranyos! És milyen menő a hajviselete! Gyerünk, csajok! Tudnia kell, hogy megbocsájtunk neki mindenért! Szia, Vanda! És köszi a felvételt! Órák óta téged keresünk. Igen, láttuk az élő bocsánatkérést. És szerintünk nem helyes, ha most magadra hagy. Beszélnünk kellett volna. A barátok összetartanak. Kiállnak egymásért, még ha másik hibázik is, te remek barát vagy. Ráadásul mesésen festesz. Azta! Imádunk, Vanda! Ó, köszönöm. Tudjátok mit? El is árulok egy titkot. Vanda! Ugyan már, nem ártok vele. Csak az a helyzet, hogy nekem vannak a legjobb barátnőim, és úgy imádom őket. Mi is imádunk! I love VIP Pets! Jól érezzük magunkat. Mit csináltok a turné után? Rátok félre egy kis szünidő? Végül is. Kész vagy? A földre hult haj megsúgja. A haj? Meg tudom jósolni a jövőt, ha jól megnézem. Csak figyeld. Ebből itt pontosan kivehető egy létra. Ez pedig úgy néz ki, mint egy alak, aki épp alámegy. Ez mind arra utal, hogy ma bal szerencsénk lesz. Tessék! De hát én ma fellépek! Hello! Kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-pec! Szerencsehozó hajcsavaró. Bal szerencsénk, az nagyon nem jó, ma van a karácsonyi só. De Gwen, ez sorszerű, meg van írva a csillagokban. Az égen, ahogy itt is a földre holt hajban. De igazából csak az interneten olvastam. Lehet, hogy nem is teljesen igaz. Ez a beszéd, ugyanis bal szerencse nem létezik. Nincs rosszabb, ha valaki a bal szerencsére fog mindent, véleményem szerint. Hát vagyis, lehet, hogy tévedtem. Bal szerencse mégis létezik. A
Az rossz! Meghívást kaptam egy csodás karácsonyi DJ ünnepségre, és most már biztos, hogy minden el fog romlani. Nem szól a hangszóró, vagy otthon felejtem a zenéimet. Hello, bejöhetünk? Hello! Mit vágtok ilyen komoly képet, és Fábio hol van? Új frizu kéne. Egy perc türelmet, már is jövök. Jaj, ne! Stella azt jósolta már, hogy ez nem lesz a mi napunk. A földre hult hajból megmondja. Ne is törődj vele, bal szerencse nem létezik, de ha mégis jön, látjátok, énekelve, táncolva fogadom. Vigyázz! Ó, bocsi! Na tessék, bal szerencse sújt bennünket, a nyomunkba jár! Ez badarság, de hát Gwen, ha ezt ennyire komolyan veszed, miért nem szerzel egy talizmánt? Szerencsét hozna! Milyen igaz? Ben, válasz! Nincs itt semmi, ami szerencsét hozhatna. Egész biztos. Nézd csak azt a nyakláncot. Olyan aranyos. Na jó, aranyos, de nem jó talizmánnak. Nem üzi el a bal szerencsémet. Mi? Szerintem meg tuti. Tutinak a fellépésem kéne, hogy legyen. De ezek után biztos borzalmas lesz. Ben, ott van egy. Nézd! Látod ezt, Ben? Égi el. A patkó szerencsét hoz. Szuper lányok! Azt hiszem végre találtunk szerencsehozó! Valaki megvette. Tessék, minden csak egyre rosszabb lesz. Bal szerencse kísért engem! Au! Egy hajcsavaró? Hát ez az! Szerencse! Úgy találod? Hogyne, mert nem te találtad a hajcsavarót, hanem azt talált te rád. Ez a legjobb talizmán. Csengőszó, csengőszó, csengés bokasz, Mutassuk meg a talizmán Fábiónak és Fábiának. Igaz, Siára? Gyere, Gwen, siess! Semmi baj nem érhet, itt a talizmánom. Gwen, beszorultunk, segíts! Kösz szerencse, talizmán, induljunk! Hello, VIP Pets! Pont jókor jöttök, hogy lássátok az égősor felkapcsolását. Mehet? Most már feladom. Ez az égősor rossz. Vissza kell vinnem. Látjátok, ez bal szerencse. Álljunk csak meg. Jaj, a blokkot elvesztettem. Ez már tényleg bal szerencse. Meg vagyunk átkozva. Gwen, nincs idő siránkozni. Induljunk. Mehetünk? Igen! Akkor start, irány Gwen, karácsonyi DJ ünnepe! Figyelj Gwen, ez nem csak egy sima frizura, hanem sokkal több. Kész színkavalkád, és felhasználjuk a hajcsavarodat, amitől szerencse ér. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Remélem is, nem ártana. Hagyd ezt! Bal szerencse nem létezik, és egyébként mindjárt ott vagyunk. Mi? Már is? De még nincs is kész a frizurám! Nyugalom, Gwen, mindjárt megállunk. Már nem kell sok. Picit hátrébb. Ne! A törött tükör 7 év bal szerencsét jelent. Én ezt már nem bírom elviselni. És erről sincs meg a számlám. Mindenről így tehetek. Gyere, Gwen, ne húzzuk az időt. Jön a szerencsehozó hajcsavaró. Jól van, jöhet. Azta! Alig látja a hajcsavarót! Hogy fogjam meg? Pont jó így, ahogy van. Ne nyújj hozzá, csak elrontod a frizut. Na rajta, Ben! Hajrá, ügyes leszel, hidd magadban! És most következzék DJ Gwen! Karácsonyban! Ez az én bal szerencsém. Tudtam, hogy Gwen megoldja. Igen, prímán nyomul. Karácsonyi selfie az Instagramre. Várjatok meg! Le!
Látjátok, DJ Gwen ma a legfelkapottabb hír. A talizmán hozott szerencsét. Gwen a hajcsavaró nem hozhatott szerencsét, csak te magad. Azért voltál ilyen ügyi, mert bíztál magadban. Valójában nem is volt szerencse talizmán a hajadban a fellépéskor, nincs is rá szükség. Tessék? Azt akartam, hogy higgy magadban. Annál nagyobb szerencse nem kell. Vagyis leszámítva a klassz frizút, mert az is jó. Köszönöm, Fábia. Fábio, mi a gond? Nekem is jól jönne egy talizmán, mert minden tönkre megy körülöttem. Ne félj, bácsikám, még sikerülhet, mert van egy meglepetésünk. Semmi nem tud boldoggá tenni. Imádni való, micsoda öröm! Boldog karácsony! Köszönöm szépen! Nekem ti hoztok szerencsét, úgy imádlak benneteket! Ja, ne izgass magad, megvan a számla! Micsoda forróság van! Ha? Még szerencse, hogy itt ez a kis fa. Itt az idő. Hello, kutyakövetők! A VIP Pets visszatért a szeretett Glam Citybe, miután szerepeltünk a... Na, mi történik a fákkal? Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP Pets, VIP Pets, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz! I love VIP Pets! Fa mentő akció. Képzeljétek, csak úgy kitépik a fákat, gyökerestül. Fákat gyökerestül? Kiről hablatyol? Építenek itt egy áruházat, és útban vannak a fák. Mi? Segítség! Ez a fodrásszalon egy kis dzsungel. De hát olyan csodásak! És mik ezek a kis mini fák itt? Bonsai fák, húgom, aprócska fák, ami egy ősi japán hagyomány. Gondozásuk közben szépen megbékél a test és az elme. Nem értem, mit értesz béke alatt ebben a káoszban. Mert én csak ideges leszek tőlük. Jaj, ne! Elviszik a pálmafákat! El kell újságolnom a hírt. Glam Citynek joga van tudni, mi zajlik itt. Vanda jelentkezik élőben. Jé, odas! Ez Vanda, a legriporterebb. A mai nappal sajnos már meg is kezdték a pálmafák eltávolítását. Holnap ráadásul folytatják. Közvetíteni fogom ezt a tragikus hírt. Na de miért távolítják el őket? A fák árnyékot adnak. Imádom a hangját, ahogy egy kis hűs szellő zörgeti a fa leveleket. Tényleg csodálatos. Bocsi, hogy még be sem mutatkoztunk. Én Stella vagyok. Jaj, milyen igaz? Én meg Jasmine. És az én nevem Daisy. Nagyon örülünk. Minket is aggaszt Glam City fáinak helyzete. Imádjuk a természetet. Ugye? Akkor tennünk kell valamit, hogy ne vigyék el őket. Ez egy nagyon komoly probléma. Nem tudom, hogy állíthatnánk le ezt a tékozást mi egyedül. Egy sétáló utca fák nélkül? Rájöttem, készítsünk egy videót a városatyáknak, hogy nem tűrjük, hogy csak úgy elvegyék a fáinkat. Bár ahhoz a lakosság támogatása is szükséges. Gyerekek, mentsük meg együtt a fákat Glam Cityben, osszátok ezt meg mindenkivel. Legalább 100 kedvelés kéne, hogy a városháza komolyan vegyen minket. Senkit nem is érdekel. Jó, egy kedvelés. Én voltam. Ha? Meglátjátok, nem soká özönlenek. Valahogy fel kéne keltenem mindenki figyelmét. Tudom már. Itt van velem Daisy és Jasmine, a két virág és parfüm szakértő kutya, akik azért jöttek Glam Citybe, hogy megosztják velünk tudásukat, de mintha szomorkodnátok. Szomorúak vagyunk, mert eltüntetik a fákat városszerte. Akik bekapcsolódtak műsorunkba, kérjük, hogy lájkkal támogassák Lady Zsizsi videóját. Roppant fontos, hogy elérje a 100 kedvelést, hogy a városháza meghallgassa és leállítsák az áruházépítést. Légy, kérlek, a fák is élnek! Ugyan már, Gigi, fel a fejed! Jasmine és Daisy nem segített. De kaptunk még két kedvelést, de mindkettő a mini rajongóktól van. Megint jött, az csak én voltam. Ez annyira hervasztó. Hello, VIP Pets! Hali, minek nektek az a sok szép virág? És milyen finom az illatú. És csoda, amit maga a természet nyújt. Legalább virágok még vannak. Igen, isteni egy illatok van. Lányok, rájöttem, hogy szerezünk még követőket. Utánam. Hogy várjatok! Na hát, mennyi fa van itt? Nem akármilyen fák ezek, hanem bonszájok.
És ki ez a két bájos kutyus? Hadd mutassam be Daisyt és Jasmine-t. Mindent tudnak a virágokról. Most láttalak a hírekben. Meg lett már az a 100 like, hogy megmesd a fákat? Még nem lett meg, de van egy jó tervem. Egy szuper jó külsővel hívnám fel magamra a figyelmet, hogy elúságoljam, mi van. Ezért arra gondoltam, hogy felhasználhatnánk a szép virágaikat. Ugyan, ne is folytasd! Tudom már! Csodás külsőt varázsolok neked, és a virágokkal megalkotom legújabb találmányomat, a jázminnal és rózsával illatosított természetes sampont. Kész világ siker! Így van, bácsikám, egy ilyen külsővel könnyebben akad a természet barátokra. Influencer Style. Akkor legyen ennek az új frizurának a neve Spring Vibes. Egy zseni vagyok, kész, lángész. Bocsánat. És most mentsük meg a fákat. Ezúton szólok minden kutya követőmhöz. Tetszik az új külsőm? Igazi virágokból készült. Hát nem gyönyörű? A természet csodálatos ajándéka, és hozzá még hasznos is. Gondoltam, hogy tudástársorozatot közlök a virágok nemes tulajdonságairól hamarosan. Most viszont egy kis támogatás kellene. Mentsük meg együtt Glam City fáit! És akkor most mi jön? Most kicsit várni kell. Csak sikerült, Gigi! Üzenlenek és a lájkok! El sem hiszem, hogy ez bejött. El fogjuk érni. Ide süssetek, még Savannah, Kelly, Sherry, JB és Samira is nézte. Mindenki kövesse Gigit és ossza tovább, amit kiposztol a város fáinak megmentésére. Nagyon baró! Hajrá, együtt összehozhatjuk! Már több mint 200 kedvelés van, és dőlnek. Indulok a városházára. Elkészültem! Végre, bácsikám! Sikerült! A semmi, nem csak hogy sikerült, de új park is épül, ahol a Spring Vibes Fesztivál tartják majd. Nagyon jó! Parkra van a legnagyobb szükség Glam Cityben. Van a parkról jut eszembe, bátyó. Nem gondolod, hogy a fodrászüzlet nem épp a legjobb hely ennyi bonszájnak? Igazad van, Fábia! Ajándékozzuk őket az új parknak, de egyet megtartanék. Hoppá, ezt te csináltad? Hogyne! Tudod, mi mindenre vagyok képes ollóval a kézben? Kész zseni vagy, bácsikám! De még mekkora egy zseni? Hopsz, bocsika! Milyen érzés, hogy elérted a célodat, és hogy hódítasz ezzel a szuper új külsőddel? A siker nem csak az enyém, mindannyiunké. Azzal vált lehetővé, hogy összefogtunk, és legfőképp barátaim támogatása segített, a VIP-ben. Istenek! Igen, végre megérkeztek a magok. Csak egy kevéske víz kell, és belenyomkodjuk a termőföldbe. Annyira klassz, gyönyörű virág lesz belőlük, és pont jók lesztek az új parfümbe a Spring Vibes Fesztiválra, ami egy virágkarnevál. Daisy, tudtad, hogy ha napfogyatkozáskor kívánsz valamit, akkor az a kívánság egész biztos megvalósul? Hát, igen, de ez a kis növényke olyan virágot hoz, amelyet még soha senki nem látott. Igen, értem, de a napfogyatkozás rettentő ritka. Ez a fajta csak évezredenként egyszer látható. Ó, ide néz, Juliet, most bújik ki. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pec, VIP-pec, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-pec. Kívánság, Kalamajka! Ma napfogyatkozás lesz, napfogyatkozás lesz, mert ma napfogyatkozás lesz, napfogyatkozás lesz! Csajok, már össze is írtam a kívánság listám! A listát? Tudod, pont erről beszéltem, amit napfogyatkozáskor kívánsz, az beteljesül! Csak az a kívánságom, hogy te is lásd ezt a különleges virágot. Na jó, később találkozunk, találkozom van Fábióval. Jó, de majd gyere vissza! Nehogy lekisd a napfogyit! Jó, sietek! Addig vigyázz a ritka virágomra! Jó reggelt, Fábio bácsi! Milyen erős keverék ez az illatfelhő, mit készítesz? Illat? Én ugyan nem érzek semmi szokatlant!
próbálok megalkotni egy új parfümöt, hogy be is mutathassam a közelgő Spring Vibes Fesztiválon. Mondd, hogy tetszik? Hát, hogyha meg vagy fázva, az orrod mit sem ér, bácsikám. Hello, mennyiféle illat? Ó, mi az, amit érzek? A finom parfümömet. Semmi vész, Daisy, a bácsikám mércében. Miért hoztad ezeket a gyönyörű virágokat? A napfogyatkozásra készülsz velük? Nem pont. Akkor nyilván a vadonatúj hajparfümöm bemutatóján akarsz meglepni velük? Ja, nem. Azért hoztam, hogy varázsolj nekünk ünnepi külsőt, mert ma délután a fesztiválon olyan virág nyílik, amelyet még soha senki nem látott. Olyan különleges pillanat lesz. Na hát, a virágoknak tényleg Spring Vibes hangulatuk van. Szerinted is, bácsikám? Jaj, mi az, hogy különleges külsőt kölcsönöznek? De előbb fújt ki az orrod. Akkor én is elkaptam a náthát. Csű, a mindenit, Daisy, mesésen festesz? Köszönöm. Fábio és Fábia csinosított ilyen szépen a fesztiválra. De ami még nálam is szebb lesz, ha ez a virág végre kinyílik. Végül is igen, de a napfogyatkozás kívánság műsor is klassz lesz, ami igazság szerint mindjárt kezdődik is. Már kész is a kívánság listám a napfogyatkozásra. Olyan kutyálatos lesz. Bár csak a virágba borulásra figyelnének a napfogyatkozás helyett. Jé, idessetek, már is kezd kinyílni. Lányok, figyi, kezdődik! Persze, persze, Daisy. A napfogyatkozás érdekel. De elálmosodtam. De hát mitől? Mitől aludtak el? Nem bírom tovább ezt a frányanát, hát rettenetes. Ej, micsoda gyönyörű virág! Mind álomba merültek, és lemaradtak a napfogyiról miattam. Tessék! Akkor senki nem fogja megszagolni a hajparfümömet, pedig az az én mesterművem. Tessék, szagold meg! Fábio, ne most! Most amúgy sem érzek semmit. Hogy? Ja, várjunk egy picit, tényleg. Most jövök rá. Te is náthás vagy, és így nem érzed a szagokat, ahogy én sem. Mi ezért nem zuhantunk álomba. Vagyis a gond a virág illatával lehet. Akkor most mit csináljunk? Nem tudom, de akkor ez a virág veszélyes. Nyilván ezért nem látta még senki kinyílni, mert mindenki elalszik tőle. Jó, ezt értem. Csak egyféleképpen kezelhetjük a dolgot, ha leásunk egészen a probléma gyökereig. Nem akarom látni. Bocsánat. Rajta, Fábio! Képtelen vagyok, szegény kis virágszál, olyan csodaszép! Jaj, ne! A kívánságaink, a hold mindjárt eltakarja a napot, és lemaradnak róla, és erről is én tehetek. Segíts Fábióval, ahogy felkelteni őket! Ilyenkor nem illik aludni! Ébresztő! Napfogyatkozás! Halljátok, mindjárt vége is van! Képtelenség felébreszteni őket. Minden az én hibám. Most mit csináljunk? Itt az idő kívánni. Mi? Jé, tényleg? Most lehet kívánni. Azt kívánom, hogy mindenki ébredjen fel. Ne! Az egyedi parfümöm! Ez micsoda? Nézd csak, Fábio, a parfümöd illata felébreszti őket. Annyira jót aludtam. Mi lesz a napfogyis kívánságokkal? Hát, az... Sajnos már el is múlt. Tessék? Hogy érted, hogy el is múlt? Én látni akartam. Én szintúgy, hogy kívánhassak egyet. Lányok, sajnálom, de el kell mondanom valamit. A virágom... Hát... Igazán gyönyörű! Micsoda menő virág! Tök tetszik! De, csajok, nem baj, hogy nem láttátok a napfogyatkozást? Kit érdekel, ha itt van ez a szuper virág? És milyen klassz a parfüm? Az nekem köszönhető! Eddig ez a legjobb a Spring Vibes Fesztiválon! Spring Vibes!
hogy többet ne altathassanak el. Júj, ez meg itt mi lehet? Ide vele, én láttam meg előbb. Vagy nem azok a magok voltak, amik... Ajjaj! I love VIP pets! Te király, 15-ös a kedvenc számom. Még szerencse, hogy az utolsót megcsíptük. Szerinted nyerünk vele? Na, a miénk lesz a fődíj. A kedvenceinkkel tölthetjük az estét JB-vel, Savannah-val, Kelly Sherry-vel és Samira-val a Spring Vibes Fesztiválon. Egész biztos, hogy nem maradt már jegy. Nagyon sajnálom, de az utolsót vettük meg. Azért ne szomorkodjatok. Tessék! Látjátok, milyen szép. Mindig akad egy oka mosolyra. Ejha, milyen jó lát! Köszönjük szépen, Nila! Látod? Ilyen egyszerű, ettől boldogok. Hát, minden esetre remélem, hogy miénk lesz a díj. Muszáj nyernünk. Tedd el a jegyet egy jó helyre. El ne veszítsd. Nem kell félni, délután Fábióhoz van időpontom, utána találkozunk, jó? Helyes, akkor addig is viszlát. Itt jó helyen lesz a tombola húzásig. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP-pets, VIP-pets velünk, barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP-pets! Ki vagyok én? Fogd a labdát! Mila, te nem jössz velünk labdázni? Ne haragudjatok, de nekem muszáj. Léci! Na jó, rendben. Játszhatunk. Látod? Ilyen voltam Párizsban, ez pedig itt New York, és jártam Pekingben is. Azt a tényleg sokat utazgattál. Nézd csak, Fábia! Hoztam egy játékot, hogy el tudjuk ütni az időt a szalomban. Egyfajta memória játék. Memória az X-ediken? Ez tóti jó, de úgyis elverlek. Nájla még úgysem ért ide, gyere, addig játszhatnánk. Beszállhatok a játékba? Jól meggondoltad? Ez a játék embereknek való, mivel nekünk jobb a memóriánk, mint tudod. Ne beszélj, ennyire félsz, hogy kikapsz egy kutyustól. Én félek? Ne viccelj, akkor játszunk hármasban. Mila, képes vagy átugrani mindkettőnket egy jó nagy ugrással? Persze, tutira menne. Meglátjátok. Az igaz, hogy ment neki, tényleg? Mila, minden rendben. Nila? Ki az a Nila? Hát te vagy. Én? De ki vagyok én? Mi? Hát a VIP-pets! És ti kik vagytok? Hogy mi? A barátaid? A VIP-pets. VIP micsoda? VIP-pets! Ez a csapatunk, elfelejtetted? VIP-pets, VIP-pets, senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Mi van a tombola jeggyel, amit a Spring Vibes Fesztiválon húznak? Arra emlékszel? Nem hinném, hogy válaszolni tud Alexia. Ne aggódj! Mi segítünk, hogy visszanyerd az emlékezeted, Nila. Nila? Hát az meg ki lehet? Ez se lesz egyszerű feladat. Milyen csinos. És ez ki? Várj csak, ez én vagyok, de mikor viseltem ilyen pazar frizurát? Persze, hogy te vagy, Nila. Épp Fábio legújabb alkotása voltál. Na, de ki az a Fábio? Ezt hívják jogának. Ilyeneket szoktál gyakorolni. Várj, azt hiszem, ezt nem így kell csinálni. Nila, jönnek vissza az emlékek! Milyen emlékek? Szagold meg ezt a virágot! Pont ez a kedvenced! Biztos segít majd, hogy emlékezz rá, ki vagy, Nila. Azt hiszem, túl sok volt a stressz. Muszáj egy kicsit jogáznom. Éjjel, ez a mi Nilánk! Ne haragudj, de emlékszel arra a tombola jegyre, amit ma együtt vettünk? Várj, hadd idézzem fel. Igen, már emlékszem, hogy együtt vásároltuk. Még a számára is. Mi is volt? A 15-ös, a kedvenc számod. Pontosan. És hová tetted? Valami biztos helyre. Azt hiszem, hogy... Hová? Hová? Halványan dereng. Mégsem tudom, fogalmam sincs, mert nem emlékszem. És most kisorsolhatjuk a tombola nyertest. Te is izgulsz, Kelly? Annyira izgatott vagyok, pedig nem is játszunk.
mivel mi vagyunk a fődi. Ki nyeri meg, hogy egy napot velünk tölthessen? Hadd lássuk, tehát a Spring Vibes Fesztivál külön díjának győztese nem más, mint... Úgy izgulok! 15-ös, ez a nyerőszám! Na hát, a mi számjegyünk, mi győztünk, de mégis hová tetted, Nila? De ha egyszer nem emlékszem, csak arra, hogy időponton volt a fodrászatban. Talán ott felejtetted. Igen, ez az. Biztos Fábiónál találjátok. Hurrá, akkor fussunk! Vidd magaddal a virágokat, Nila, biztos segíteni fognak. Na nézzük, Madagaszkár fővárosa. Antananarivo, becenevén Tana, mert a helyiek így emlegetik. Kenterbe vesz bennünket! Sokat tanultam az utazások során. Már értem, primán szerepeltél. Fábio! Nem láttál egy tombola jegyet? Nila nem emlékszik, hogy hová tette. Milyen jegyet? Én azt felejtettem el teljesen, hogy Nila ma jön. Gyere, az új szuper külsőtől az emlékek is visszatérnek. Lucky Style. Micsoda frizura, parádésan festesz. És ami a jegyet illeti, mondd, hogy végre eszedbe jutott. Még nem, gőzöm sincs, hogy hol van, de nagyon tetszik ez a stílus. Azta! Ejha, Nila, mesésen nézel ki. Én is ilyet akarok. Mi a neve? Spring Vibes stílus. Tizenötös, ilyen! Tudtam, hogy jól eldugtam. Anya a körbenbe, persze. Nagy mázli, gratulálunk! Váltjuk be a nyereményre! Várj, add csak a jegyet. Egy pillanatra, Alexia. Jó, tessék, de mi okból? A tiétek. Jó murit. Ne! Na hát, köszönjük szépen, Nila! Szívesen. De miért? Alexia, most jutott eszembe, hogy nem ünnepelt sztárokkal tölteném az estémet, hanem inkább a barátaimmal. De... A legfontosabb, hogy jó barátok vegyenek körül, és a mieink a legjobbak. Mi vagyunk a VIP Pets. Nyugodj meg, lazítanod kéne. Belégzés, kilégzés. Ne! I love VIP Pets! Téged locsolni kell. Milyen gyönyörű pillangó. Mondjak valamit? Én is imádom a frissen locsolt virágillatot. Maradj így, kiposztollak az Insta app-ben. Jaj, ne! Várj már, te kis pillangó! Hát persze, a kutyusom úgy fog örülni, ha meglátja, milyen új édességet vettem neki. Odas, ez nem édesség? Dehogy nem! Jaj, ez annyira finom! Az enyém! Álljon meg a menet, én láttam meg előbb. Figyú, jobb, ha nálunk tartjuk. Ha kíváncsi vagy rá, bármikor átugarhatsz és... De miért ne lehetne nálunk? Rendben, akkor tegyük egy semleges helyre, ahol majd megtaláljuk, jó lesz? Jó, megfelel. Nem rossz hely, de nekem még túl feltűnő itt. És ha lehajtod ezt a kart? Ez az, tökéletes. Vigyázzunk le, hogy még meglássanak itt minket. Hello, menő kis kedvencek vagyunk, a haja szenvedélyünk, barátok vagyunk, és sok kalandot élünk át. VIP Pets, VIP Pets, velünk barátra lesz. Senki sem állít meg, ha együtt vagyunk. Újha jó hetsz, I love VIP Pets! Vízfakasztó akció. Mi a hét, agnyomod rendesen? Persze, de... Összvisz egy csepp? Ez nagyon különös, nem akar víz jönni belőle. Gyert, szomjan veszel. Sziasztok! Meghallgatjátok az előadásomat a virágcsodákról a Spring Vibes Fesztiválon? Szívesen! Hát hogyne! Milyen stílusban jelensz meg? Az még titok! Majd meglátod! Hello! Nem! Ez kész katasztrófa! De miért vagy úgy oda? Nincs semmi víz! Nem folyik belőle! És anélkül nem tudunk kicsinosítani! Ez milyen finom! Igen! Jé! Itt sem folyik víz egyáltalán! És ha nem áll helyre minél gyorsabban, a virágaim elszáradnak! Akkor vajon mi lesz a fesztivállal? Az kész tragédia lenne! Segítség kell! De tüstént! A
vízhiány sem lehet akadály, hogy új frizurát varázsoljunk, és ez a remek száraz sampon is éppen megfelel. De nem lesz ez egy kicsit túl szilárd? Ja, videóhívás! Ha nincs víz, nem lesz tavaszi zsongás fesztivál sem. Víz nélkül kész katasztrófa lesz, mint ti magatok. Hogy micsoda? Ha nincs folyóvíz, képtelenség rendesen dolgozni. Álljunk csak meg, támadt egy ötletem. Ha a csapból nem is folyik a víz, azért biztos lehet máshol is találni. Indulhat a vízhadművelet. Tengervíz. Lányok, nézzétek! Jaj, Jasmine! Jé, ez is víz! Fogás! Eddig semmi siker! Olyan szomjas vagyok! Álljunk csak meg, ez víz! Jé, megtöltöttem a locsolókannát, Savannah frizurájához kell! De nekem is kéne, a virágoknak meg még inkább a Spring Vibes Fesztiválra! Állj, várjatok, ott mintha víz folyna! Hurrá! Ékás, te meg mit csinálsz itt? Semmit, és te? Semmit. Mi lenne, ha nyalakodnánk egy kicsit? Jó ötlet! Jé, nem lett ez kisebb, mint volt? Kisebb? Dehogy, szerintem ugyanakkora, szóval megkóstoljuk. Meg! Szegény zuhajrózsa, pedig mennyi csodás percet éltünk át együtt, és tessék, most nézd meg! Megint van víz! Most már én jövök! Tegyük félre, hogy későbbre is maradjon. Helyes! Jó lesz későbbre! Mi az? Mi a baj? Már megint nincs víz? Na ne! Még annyi növényt kéne meglocsolni. És nem soká előadást tartok, de nem is leszek olyan csinos. Ne izgasd magad! Daisy félretett pár virágot vész esetére, és a bácsikám is biztos megtöltött pár vödröt, legalábbis reméljük. Szia, Fábio! A Spring Vibes-os frizurád miatt jöttél. Semmi víz, van rengeteg vizem már. Ops, vagyis volt. Kicsinosítalak, mielőtt elfogy az összes vízünk. Festival Style. Mindenkinek. A mai egy csodás esemény lehetett volna, de úgy tűnik, hogy épp akadt némi problémánk a vízzel. Esküszöl, hogy nem nyalogattad. Már alig maradt belőle. Na jó, rájártam, de azért nem olyan gyakran fogadok, hogy te többször jöttél. Nem, az te vagy. Ajjaj. Mert a növények a barátaink. Olyan undok voltam veled. Hát még én, de barátok vagyunk. Legyünk! Álljunk csak meg! Na hát, milyen gyönyörű! Hiszen ez mesés, ha már ezzel rengeteg vizet elpazaroltunk. Ez a hab száraz mosásra alkalmatlan, de szigetelésre kiváló. Ó, igen! VIP Pet a nevünk! Semmi nem szolgáltatni, együtt lesz!